Kedves kollégák, rendkívül visszhangosnak tűnik ez a dolog ugyan, valamilyen ismeretlen oknál fogva. Nálatok is nagyon visszhangos? Nálam nem. Nem. Jó. Nálam sem. Nálam sem, szerencsére. Sziasztok. Jó. Oké. Valamilyen oknál fogva Iványi Gábor nem tudott megérkezni, úgyhogy bár az ő teljes értékű pótlására az ember sosem képes, mégis azt gondolom, hogy itt tudományos tanácselnöki vagy akármilyen minőségemben meg kell nyitom ezt a dolgot. Arról van szó, hogy van ez a Tudomány ünnepe nevű rendezvénysorozat, ami ugye minden évben egyszer november hónapban szabadul rá az országra, hogy úgy mondjam, amikor hát azok az intézmények is, amelyek hát kevesebb tudományos rendezvényt tartanak, elkezdenek tudományos rendezvényeket tartani. Hát ránk nem lehet azt mondani, hogy kevés lenne a rendezvényünk, de mégis a rendezvényeinknek egy csoportját, ami ebbe a november, azt hiszem hivatalosan november 4-e és november 30-a közötti sávba esik, a rendezvényeinknek ezt a csoportját kijelöltük, és hát ez olyan szerencsésen is alakult, hogy erre az időszakra hát tervezett rendezvényeink között hát nagyon sok olyan van, ami hát igen magas szinten, vagy igen erősen reprezentálja azt, ami a Wesley és ami a mi tevékenységünk, és ez úgy erre a hétvégére, mind a következő, gyakorlatilag minden hétvégén lesz egy ilyen rendezvényünk, két rendezvényünk, egy vasárnapi. El kell mondanom azt, hogy elmúlt években nyilván senki által nem meglepő módon valahogy mindig úgy történt, hogy az a rektoroknak menő felhívás, amit az oktatási, mindenkori oktatási minisztérium, akit mostanában mindig EMMI-nek hívnak, vagy hívtak korábban, kiküldött a rektoroknak arról, hogy lesz egy ilyen tudományünnepe, és itt kérik a felsőoktatási intézmények részvételét, ezek valahogy mindig Iványi Gáborhoz nem érkeztek meg. Ez nyilván egy véletlen, de annyiban azt lehet mondani, hogy nem történt lényeges változás az utóbbi években, hogy most sem érkeztek meg ezek a felhívások. Tehát most is egy nem létező intézménynek tekintik a Wesleyt. Szerencsére ezzel a Magyar Tudományos Akadémia azért még nincs így, ezért én közvetlenül az akadémia illetékes alelnökénél jelentettem be ezt a programunkat, és hát ilyen értelemben a Wesley is, vagy a Wesleynek a rendezvénysorozata is része lett a Magyar Tudomány ünnepi sorozatának. Valószínűleg ma még nem mondhatjuk azt, hogy a
magyar tudományos intézményrendszer, vagy a magyar tudományos intézményrendszer egésze, vagy a magyar felsőoktatási intézményrendszer egésze, az pontosan szolgálná azt a szellemet, aminek érdekében a mindenkori minisztériumok úgy döntöttek, hogy nem juttatják el a Wesley rektorához a meghívót, de mondjuk úgy, hogy igény van rá, mármint, hogy ilyen legyen ez a szellemiség, aminek ugye az a nagyon világos bizonyítékát meg lehet nevezni, hogy miközben hát rengeteg hát oktatói csoport és szakmai csoport jelentette be szolidaritását, például a színművészeti egyetem küzdelmének ügyében, intézményi szinten összesen kettő olyan intézmény volt, amelyik a tudomány szabadsága, illetve az egyetemi autonómia védelmében intézményként állást foglalt. Az egyik a Central European University volt, a másik a Wesley János lelkészképző főiskola. Hogy mondjam, a két intézménynek a hát mondjuk ereje és nemzetközi beágyazottsága látványosan különbözik. Tehát mondhatjuk azt, hogy a hogy mondjam, tisztán vagy 90%-ban magyarországi beágyazottságú intézmények közül a Wesley volt ilyen értelemben az egyetlen. Megvan nyilvánvalóan ennek az ára, de azt gondolom, és ezt egy tudomány ünnepén mindenképpen hangsúlyozni célszerű, hogy nem nagyon érdemes másféle módon felsőoktatást csinálni, mint akkor, hogyha a tudomány szabadsága adott. És nyilvánvalóan a tudomány szabadsága, a felsőoktatási intézmények autonómiája az klasszikusan egy olyan fajta tudományosság, amiért az ember akkor is megharcol, ugye a Volteri mondás értelmében, amikor nem ért egyet azzal, amit kollégája mond, de mindent megtesz azért, hogy ő elmondhassa. Ráadásul a Wesleyn valahogy úgy alakultak a dolgok, a személyi feltételek, stb., hogy nagyon-nagyon ritkán van olyan, hogy nagyon nem értünk egyet azzal, amit egyes oktatóink mondanak. Annélkül, hogy, de mondom, hangsúlyozom, hogyha ez így lenne, és amikor így van, akkor is maximálisan úgy gondoljuk, hogy a tudomány szabadságának a része az, hogy mindenki azt mond, amit akar. A tudomány ünnepe sorozatnak a mai napja akadémiai értelemben három eseményből áll. Az első az, ami illeszkedik a Paletta előadások nevű sorozatban, és itt Csepregi András tanár úr, barátunk fog beszélni, mégpedig egy olyan hát klasszikus témáról, amiről hát mindenki tudja, aki valamennyire hát végigkísérte a magyar tudomány történetet, hogy valamilyen értelemben a késő szocializmus kora óta egy ilyen szimbolikus téma, és pedig Bibó Istvánnak a viszonya, vagy Bibó István mint jelenség. András fogja pontosítani, hogy ennek milyen ideillő, illetve az ő kutatásaihoz illő vonatkozása van, vagy lesz.
A második elemre, ez egy ilyen klasszikus paletta előadás, tehát ez egy óráig fog tartani, ez egy szép hosszú dolog lesz, ami mindjárt elkezdődik, András fogja szabályozni, hogy, ez mekkora, hogy fog-e szünetet tartani, vagy mit fog tenni. Utána 1-től 2-ig lesz egy nem tipikusnak tekinthető előadás típus. Az a megtiszteltetés ért minket, hogy az Európai Uniónak a H2020-as pályázatán Inclusion for Schools címmel nyert a Wesley egy nagy pályázatot, nagy nemzetközi, több országra kiterjedő pályázatot, és hát ennek a nagy kutatásnak a vezetője, Bíró Zsuzsanna Hanna, tanszékvezető asszony most először fog beszélni arról, hogy mi ez a kutatás, ez most ősszel indul, tehát az, hogy most először, ez mondjuk nem problematikus, vagy nem egy elkésett időpont. És azután, amikor ő végzett, akkor én fogok a tudomány hálózatosságáról beszélni valamit, bármelyik pedig egészen konkrétan a társadalomtudományok és a humántudományoknak a hálózatosságáról. Ez az előadás nem paletta előadás, hanem beleilleszkedik egy másik sorozatba, amit a Wesleyn jelenleg működő doktori iskola előkészítőnek a tudomány elméleti előadások sorozatba tartozik, de hát ez is olyan értelemben konferencia, nyilvános konferencia, hogy vagy konferencia előadás, hogy erre is szívesen látunk mindenkit, és doktori iskolánk azon tagjainak is, akik ezt, mármint ezt a sorozatot már abszolválták, számukra is kreditszerző alkalmak ezek. Én úgy látom, hogy elég előre haladt az idő, és miután Iványi Gábor továbbra sem érkezett meg, én azt gondolom, hogy egyszerűen nagy tisztelettel üdvözlöm Csepregi Andrást, és át is adom neki a szót. És kérem, hogy kapcsolja be a mikrofonját. Most, hopp, visszakap, igen, megint kikapcsoltad. Most be van kapcsolva. Most, nagyon nagyszerű, köszönöm szépen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Csepregi András vagyok, teológiát tanítok a Wesley János Lelkészképző Főiskolán, és mielőtt bármi tartom, itt mondanék, egy technikai kérdést tisztázzunk. Ahogy most beszélek, az jól hallatszik-e? Nálam tökéletesen. Vagy pedig próbálkozzunk ezzel a felhallgatós mikrofonos megoldással. Tökéletes, András, nagyon jól hallunk. Kérdezem most, hogy most egyáltalán nem hallunk, térjünk vissza. Most eltűnt, igen. Most teljesen eltűntél. Eltűntem volna? Most jó. Olyan? Most jó, igen. Jó. Köszönöm szépen, remélem, hogy technikailag minden rendben lesz. A megbízhatóbb net kapcsolaton vagyok fent, ami általában kiszokott tartani. Köszönöm szépen Péternek a megnyitást, a bevezetést. Azok kedvéért, akik a paletta előadás műfajához képest vendégek, el szeretném mondani, hogy a doktori iskola előkészítő során ez egy olyan kurzus, ahol alkalmanként 180 percen keresztül ülünk egy asztal körül, és egy témát beszélünk meg. Ha ez egy klasszikus paletta előadás lenne, kizárólag a doktori iskola előkészítő növendékeinek, akkor azt úgy vezettük volna be, hogy ők kapnak
egy legalább 100 oldalas olvasnivalót, amivel felkészülnek, és amit megbeszélünk ezen az alkalmon. Tavaly tartottam egy ilyen paletta előadást Dietrich Bonhoeffer teológiájából. Az derült, hogy a 180 perc kevés volt ahhoz, hogy mindent, ami fontos lett volna, meg tudtunk volna beszélni, éppen csak belecsíptünk az érdekességekbe. Most ugye úgy alakult, hogy a paletta előadás egyszeres, mint a tudomány ünnepe előadássorozat része is. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Megmondom őszintén, hogy először egy kicsit megijedtem, amikor az derült ki, hogy itt délután egyik szóval kell tartanom a kedves érdeklődőket egy olyan műfajú előadásban, ami egyébként a másik sapkájában, tehát a tudomány ünnepe előadás sorozatban egy 20 perces, maximum fél órás előadás szokott lenni. De amikor tegnap elővettem az olvasnivalókat, és elkezdtem készülni erre a mai napra, és ma reggel ezt folytattam, teljesen megnyugodtam, mert az derült ki, hogy gyakorlatilag csak fizikai tűrőképességtől, meg kitartástól függ az én oldalamon is, és az önök oldalán is, vagy a ti oldalatukon is, hogy délután egyig jól töltsük az időt, hiszen nagyon sok minden van, amiről Bibó István kereszténysége, illetve Bibó István gondolatában a demokrácia és a kereszténység kapcsolata témakörében beszélhetünk. Először néhány szóban arról szeretnék beszélni, hogy ezzel a témával hogy kezdtem foglalkozni, és hogy alakultak ki azok a körök, amiről a mai nap beszélgetést szeretnék kezdeményezni. Ha visszamegyünk a kezdetekhez, akkor ott ülök a szülőházamnak a verandáján, 1986 tavaszán talán, Sárszentlőrincen, teológus, evangélikus teológus egyetemi hallgatóként, és hihetetlen lelkesedéssel forgatom az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem által akkor viszonylag frissen kiadott fekete-piros könyveket, tehát Bibó István összes műveit, ami akkor Magyarországra még csak illegális úton juthatott el. Édesapának hála Istennek volt emigráns lelkészeken keresztül ilyen kapcsolata, és az élmény fogalmazódott meg bennem, közelet iránt már akkor is valamennyire érdeklődő fiatalember fejében, hogy végre itt valaki releváns módon beszél olyan dolgokról, amelyek engem érdekelnek. És majdnem egy levegőre végigolvastam azt a tanulmányt, ami több összefüggésben is elő fog kerülni a ma délelőtt során, ez Bibónak a késői összegző eszéje, az Európai Társadalomfejlődés Értelme című munkája, ami a megvilágosodás hatásával volt rám, és ez az élmény azóta is tart. A következő nagy lehetőség, hogy Bibóval komolyabban foglalkozzam, akkor adódott, amikor 1996-ban feleségem és én doktori kutatási lehetőséget kaptunk az angliai Dáremi Egyetemen. Márti újszövetségi teológiából, én rendszeres teológiából készültem. Az előzetes tervem az volt, hogy Bonhoeffer kortárs értelmezéseit fogom kutatni. Dietrich Bonhoeffer német evangélikus mártír teológus, és ahogy haladtam a Bonhoeffert feldolgozó irodalomban, egyre világosabbá vált az, hogy Bonhoeffer mellé oda kell állítani bizonyos értelemben ellensúlyként, bizonyos értelemben kontrasztként, bizonyos értelemben összehasonlítási lehetőségként Bibó Istvánt. A dolog viszonylag egyszerűnek látszott, hiszen nagyjából kortársakról van szó, Bibó 5 évvel később született Bonhoeffernél, és az érdeklődésükben sok hasonlóság megfigyelhető volt. Én a doktori disszertáció keretek között tartása kedvéért kijelöltem a magam számára viszonylag keskeny utakat, amiket végig lehetett járni azon a terjedelmi korláton belül, amik számomra akkor adódtak, és úgy döntöttem, hogy arra való tekintettel, hogy Bonhoeffer írásait csak 1944-ig követhetjük, ebben a munkában csak olyan Bibó szövegeket fogok figyelembe venni, amelyek 44-ig megszülettek, tehát ebből a szempontból ügyeltem a szinkronra, és mind a kettőjük munkásságában találtam egy viszonylag egyszerű szálat, ez a szabadság fogalmuk volt, amit aztán elég részletesen össze lehetett hasonlítani. Ez a disszertáció
könyv formájában is megjelent, itt mutatom, talán látszik a címlap, Két út a szabadsághoz címmel, a kereszténység és a demokrácia Bivó István és Dicsi Bonhoeffer gondolkodásában, és az volt a tapasztalatom, az a máig élő tapasztalatom, hogy a nemzetközi Bonhoeffer értelmezés ezzel a munkával nem igazán tud mit kezdeni, ugyanis amikor a szövegeket elég közelről olvasva megnéztem Bibó és Bonhoeffer releváns mondatait, akkor kiderült, hogy a szabadság fogalma ennek a két egyébként sok szempontból hasonló gondolkodású és hasonló érdeklődési embernek nagyon-nagyon különbözik egymással. Bibó szabadság fogalma az a klasszikus szabadság fogalma, ami illeszkedik a liberális demokrácia elképzeléseihez. Eisel Berlin gondolatait vagy mintáját követve ez egyszerűen arról szól, hogy megtalálható benne az úgynevezett negatív szabadság és a pozitív szabadság, tehát a nemetmondás szabadsága és az igentmondás szabadsága, és gyakorlatilag minden liberális demokratikus teória ennek valamilyen variánsára kell, hogy támaszkodjon. Van olyan, amiben a nemetmondás nagyobb szerepet kap, tehát a negatív szabadság kap nagyobb szerepet, van olyan, amiben a pozitív szabadság kap nagyobb szerepet, de olyan nincs, hogy a negatív szabadság teljesen hiányozna. Bonhoeffer szabadság fogalma viszont pont ilyen. Tehát egészen egyszerűen fogalmilag, tartalmilag nem illik a liberális demokrácia felépítményeihez, és ez egy olyan állítás volt, amit tulajdonképpen máig nem tudott megemészteni a nemzetközi Bonhoeffer értelmezés, és nem is nagyon kapott ez a munka annak ellenére, hogy hozzáférhető, hogy a könyvformában is megjelent, azóta visszhangot. Amikor megvédtem a disszertációmat 2002 tavaszán, utána néhány éven keresztül inkább angolul publikáltam Bibóról is, adódott néhány jó lehetőség, ahol nemzetközi konferenciánkon megismert kutatókkal sok mindent megbeszélve részt vettem olyan kiadási projektekben, amiben a politikai filozófia vagy a politikai teológia ernyője alatt Bibóról gondolatokat lehetett közölni. És az az idő, amikor újra magyarul kezdtem Bibóról írni, akkor jött el, amikor 2011-ben készültünk Bibó István születésének a 100. évfordulójára. A Garendből való hazatérésünk után Dénes Iván Zoltán meghívására csatlakozhattam a Bibó István szellemi műhelyhez. Ez egy nagyszerű tudós közösség, akik akkor már legalább 10-15 éve intenzíven kutatták Bibó szellemi örökségét, és egyrészt velük együtt készülhettem az évfordulóra. Másrészt aródott egy sor olyan nyilvános alkalom, ahol lehetett beszélni arról, ki volt Bibó. És a lényeg az, hogy ebben a helyzetben két olyan írásom született, amik alapvetően hozzájárultak ahhoz, amit most a délelőtt során meg szeretnék osztani majd, ahhoz a kicsit részletesebb gondolatmenethez, ahol most már azoknak a tartalmi és időbeli korlátoknak a magunk mögött hagyásával, amit még a disszertációm írásakor jellemezték a helyzetet, Bibóról, illetve Bibó munkáiban a kereszténység és a demokrácia kapcsolatáról beszélni lehet. Két publikáció született, amik ebből a szempontból fontosak. Az egyik először a Credo című evangélikus lapban jelent meg, mutatom ezt a két számot, ez a 2011-es első és második szám, és ebben a lapban kaptam elég nagy terjedelmi lehetőséget ahhoz, hogy ami addigra már foglalkoztatott és összeállt bennem, és ami annak, amiről a következőkben beszélgetni fogunk majd, az alapja lesz, először publikálhassam. A másik ettől teljesen független, de aztán végül egy ponton ezzel mégiscsak összekapcsolódó tanulmány. Bibó
egy nagyon első hallásra talán furcsa, és ugyanakkor mégis nagyon izgalmas anyagának az értelmezését vállalja magára, Bibóistán verselemzései. A verselemzések az én értelmezésemben egyrészt kaptak egy bizonyos filológiai pontosítást ahhoz képest, ahogy azokról korábban mások beszéltek. Másrészt úgy gondolom, hogy össze lehetett kapcsolni azzal a gondolatmenettel, amit kidolgoztam először a Krédó számára, és egy későbbi publikációban, még mindig 2011-ben, most változatosság kedvéért református vizekre hevezve, a Református Egyház Konfesszió című lapjában egy valamivel rövidebb, de azért mégiscsak terjedelmileg jó lehetőséget adó munkával össze tudtam kapcsolni ezt a két gondolatmenetet. És az utolsó, máig a bizonyos értelemben a legrészletesebb munka, pedig itt jelent meg a Wesley János Lelkészképző Főiskola utolsó nagy konferenciájának publikált kötetében, ahol egy teológia szállat viszek tovább majd abból, ami az előzőkben megalapozásra került. Na most ezzel nagyjából bemutattam azokat a publikációkat, amiket megbeszéltünk volna egy klasszikus paletti előadás alkalmából. Arra nem vállalkozhatom, hogy mindenről délután egyig szabadon beszéljek, illetve beszélgessünk, de ha elviselhetőnek tűnik egy olyan fordulat, hogy most gondolatban és mondjuk kulturálisan is visszalépünk mondjuk talán nem 100, de 50 évet a tudományos műhelyek világában, és úgy teszünk, mintha ez a mai alkalom bizonyos értelemben egy felolvasó alkalom lenne, akkor ezekből a munkákból nagyon szívesen olvasnék. Kérdezem azt, hogy a számotokra, önök számára, akik itt most hallgattok engem, vagy hallgattok engem, ez így elviselhető-e? Köszönöm szépen. És úgy képzelem el az előttünk álló elég hosszú időt, hogy bizonyos pontokon megállok, beszélgetésre lesz lehetőség, utána tovább megyek, és majd látjuk azt, hogy délután egyik meddig érünk el. Ha elég lendületesen haladunk, akkor lehet, hogy belefér elég sok minden abból, amit most jelzésszerűen megmutattam, de ha nem, akkor is elég jól fogunk tudni haladni, és akkor itt azt köszönjem meg Péternek ezt a nagyon sajátos lehetőséget, mert az, hogy ilyen sok jó emberrel, egy ilyen nagy virtuális asztal körül, ilyen hosszú időn keresztül a kedvenc témámról beszélgethetnék, még nem adódott számomra, és nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért. Ez volt tehát akkor a bevezető, és akkor most térjünk a tárgyra. A Krédóban közölt tanulmány a szerkesztő kérése szerint kellett, hogy egy bizonyos ismeretterjesztő karaktert is kapjon, tehát ez nem egy szakcikk. Szélesebb olvasókört szólaltat meg. Ennek megfelelően van egy rövid életrajzi bevezető benne, és utána pedig elkezdek beszélni arról, hogy milyen keretben vélem a leginkább megragadhatónak azokat a motivumokat, amelyek Bibó István írott örökségében a kereszténység és a demokrácia összefüggését hivatottak kiemelni. Ha nem bánják, nem bánjátok, akkor felolvasom az előszót is. Ma reggel olvastam újra, 10 év után, és úgy érzem, hogy gyakorlatilag semmit nem veszített az aktualitásából. Ennek a tanulmánynak az a címe, hogy a békességes tűrés világot meggyőző ereje, ez Bibótól egy idézet, majd látjuk, hogy honnan. Alcím: Bibó István Krisztusképe politikai filozófiájának összefüggésében. Az életrajzi bevezetőt pedig ez a cím, ezzel a címmel indul el, a felelős
szabad gondolkodó keresztény. Mibó István 1911. augusztus 7-én született Budapesten. Édesapja Bibó István, aki 1877-től 1935-ig élt, az ő révén nemesi eredetű alföldi református középosztály örökségét hordozza. Édesanyja Graul Irén, aki 1889-től 1979-ig élt, révén pedig művelt katolikus tisztviselők leszármazottja. Édesapja eleinte filozófiával, később néplélektannal foglalkozott. Hivatali pályája 1910-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban kezdődött, ahol érdeklődése egyre inkább a népművelés, a könyvtár és a múzeum ügy felé fordult. 1924-ben hívták meg a Szegedi Egyetemi Könyvtár igazgatójának, a család ekkor Szegedre költözött, és az apa korai haláláig, tehát 1935-ig ott élt. A szülők nagy hatást gyakoroltak fiúkra. Idézek egy életrajzi feldolgozásból. Bibó visszaemlékezésében elmondja, mennyire mély nyomokat hagyott benne édesanyjának a 19. századi klasszikus irodalmon, különösen Tolsztojon és a katolicizmuson alapuló moralitása, mint ahogy édesapja világos, a németes tudományosságtól oly különböző gondolkodásmódja és a protestáns kötelességtudata is egész élete során példaként szolgált számára. Bibó a szegedi piarista gimnáziumban érettségizett, majd a Szegedi Egyetem jogi karán kormányzói és állami kitüntetéssel jutalmazott disszertációkkal fejezte be tanulmányait. Az 1933-34-es tanévben Bécsben, 1934-35-ben pedig Genfben tanult, és életre szóló szellemi inspirációkat kapott. Nem csak tudományos ismereteket, hanem mást is, amire később így emlékszik vissza, idézem, olyan társadalmakkal kerültem szembe, ahol az átlagember viselkedésén meglátszott, hogy ezekben az országokban volt forradalom. És az emberi méltóságnak egy olyan formája jelent meg számomra, amelyről világosan tudnom kellett, hogy otthon csak nagyon csökevényesen létezik. Itthon eleinte bírósági fogalmazóként, később az igazságügyi minisztérium tisztviselőjeként dolgozott. Közben ápolta a kapcsolatot diákkori barátaival, különösen az 1942-ben Ukrajnában munkaszolgálatosként elhunyt Rejczer Bélával és a majdani belügyminiszterrel Erdei Ferenccel. Jogelméleti kutatómunkája mellett egyre több figyelmet szentelt a közéletnek is, kapcsolatba került az 1937-ben megalakult márciusi fronttal. Ekkoriban fogalmazta meg személyes politikai hitvallását, a szabadság szerető ember 10 parancsolata címmel, amelyből az 5. parancsolatra úgy tekinthetünk, mint élete vezérelvére. A szabadság szerető ember, írja Bibó, szüntelenül szem előtt tartja, hogy az emberi szabadság és az emberi méltóság egy és osztatatlan, és az egyik ember ellen akár társadalmi helyzete, akár származása, akár neme vagy kora címén elkövetett minden sérelem, mindenki más szabadságát és méltóságát veszélyezteti. Ezért az emberi szabadság minden korlátozása, önkényes letartóztatás, fogvatartás, egyéni vagy hatósági hatalmaskodás, és az emberi méltóság mindenféle megalázása ellen azonnal, együttesen, de a rögtön nem is lehetséges, magában is fellép. Ez a szabadságot és felelősséget összekapcsoló elv irányította Bibó István döntéseit, ennek jegyében születtek írásai. Ez közelítette az antifasiszta ellenálláshoz, erre hallgatva vállalt a saját értékelése szerint csekély, kívülről nézve mégis figyelemre méltó kockázatot az üldözött zsidóság érdekében. Ezért vállalt lelkesen szerepet a háború utáni újjáépítésben, de közben ugyanezért nem osztozott sokak vakhitében, és megint csak kockázatot vállalva, ezért figyelmeztetett világos szavakkal már 1945-ben a kommunista hatalomgyakorlás veszélyeire. Erre az elvre hallgatva vállalta fel, hogy az elhallgattatása előtti szinte utolsó pillanatban
Nagy tanulmányban dolgozza fel a 20. századi magyar történelem talán legkényesebb problémáját, a magyarság és a zsidóság együttélésének zavarait. Ezért vállalt miniszteri posztot Nagy Imre rövid életű forradalmi kormányában, és ezért tartott ki a forradalom levelése után hónapokig. 1957. májusi letartóztatásáig, mint a szellemi ellenállás egyik vezetője. A börtönből való szabadulása után is e szerint, az elv szerint élt. Nem sértődött meg, nem vonult vissza, példás tisztességgel látta el szerény könyvtárosi munkáját, sőt néhány börtönben felejtett raktása érdekében, míg Kádár Jánosnak is kész volt levelet írni. De nem egyezett ki a forradalmat eltipró hatalommal. Erről a döntéséről halála előtt egy évvel így beszélt, természetesen nincs mit vitatkoznom azokkal, akik úgy vélik, hogy a fennálló hatalommal mindig és minden körülmények között meg kell egyezni, esetleg a magyarság nehéz történelmét hozzák fel igazolásul. És ugyancsak ilyen, minden körülmények között fennálló hatalommal kiegyező, kiegyezéses atmoszférájú világban, a Horthy-Bethlen-féle konszolidációban nevelkedtem fel, ennek hatása alól alapvetően békességkeretű alaptermészeten folytán is, csak lassan szabadultam fel, de egyszer és mindenkorra. Így folytatja Bibó az idézetet, nem vitatkozhatom, nincs jogom vitatkozni azokkal sem, akik megteszik ezeket a kiegyező gesztusokat, mert annak tudatában vannak, hogy valami mindennél fontosabb úgy van rájuk bízva. Kodály Zoltán elmehetett nem csak egy értelmes és mértéktartó államhatalom, de akár Rákosi Mátyás rendezvényeire is. Neki egy dolga volt, őrködni a magyar zenekultúra folytonossága felett. Ma is lehetnek és vannak is minden egyébnél fontosabb dolgok. Amit azonban én a magam számára ilyen rám szorbott ügynek tudok, hogy bizonyos felismert állam és társadalom éppen ezek az elismerő és kiegyező gesztusok élnek bele, illenek bele a legkevésbé. Idézet vége. Mivó István halála után két nappal, 1979. május 12-én Szabó Zoltán búcsúztatta el Londonban a BBC magyar adásában. Szabó George Orwell szavai segítségével jellemezte Bibót. Egy olyan tanulmányából idézett egy mondatot, amelyben Orwell a maga korának értelmiségét marasztalta el. Idézem, a múltban, legalábbis a protestáns századokban a forradalmiság és az intellektuális integritás összefonódtak. Az eretnek a politika, a morál, a vallás, hogy az esztétika területén olyan ember volt, aki megtagadta, hogy erőszakot tegyen az igazán a lelki ismeretén. Orwell szavai a legtágabb értelemben, akár az 1521-es Wormsi birodalmi gyűlés előtt megjelenő Lutherre is vonatkozhatnak. Szabó Zoltán viszont összetéveszthetetlenül 20. századi és közép-európai hangsúlyokkal alkalmazta Orwell szavait Bibóra. Folytatom az idézetet. Bibó Istvánban ez az Orwell által hiányolt, egyedül is helytálló, maga igazában hívő, ezt követő és megvalló embertípus testesült meg abban a korban, amikor a szellem emberei is a csoportosulásokhoz szegődés, pártos elköteleződés, valahová tartozás, hatalom árnyékba kerülés kényelmét keresték. Az Orwell által említett tulajdonságok és képességek ötvözete azonban ő benne azzal a minőségi különbséggel párosult, hogy a lelkiismerete parancsait követő ember értelmének vezérlő csillaga a nemzetünk java és magunk megmaradása volt, s politikai gondolkodóként is Bocskaijéra emlékeztető kiegyensúlyozó koncepciók vezették. De ha valakiben, ő benne volt meg a bibliai Dánielihez fogható merészség,
helytállása 1953-ban, a november 4-ét követő hetekben is. Itt van a Szabó Zoltántól való idézet vége, de ő még a nyomaték kedvéért a BBC-ben elhangzott megemlékezés írott változatában, lábjegyzetben egy Orwell által idézett evangéliumi ének egy versét is közreadta, evangélium, illetve angolul így szól, Dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to have a purpose firm, dare to make it known. Azaz, evenyészek magyar fordításban, volt mersze Dánielnek lenni, volt mersze egyedül kiállni, volt mersze, hogy legyen határozott célja, és volt mersze, hogy ezt másokkal is tudassa. Ezzel az evangélium énekkel köti tehát össze Szabó Zoltán, Orwellt, Bibó Istvánt és egy nagy-nagy kultúrát mindkettőjük mögött. Néhány nappal később, május 21-én, temetésen, én és Gyula olyan szavakkal búcsúztatta Bibót az óbudai temetőben, amelyek figyelemre méltó harmóniában voltak az emigráns magyarság, tehát a Szabó Zoltántól idézett értékelés hangjával. Bibót azokhoz a 16.-17. századi prédikátor jelöltekhez hasonlította, akik, idézem, az iszonyú dúlások után tájilag és szellemileg visszamocsarasodott országból Utrechtbe és Montpellierbe vergődtek ki igét tanulni. Akik rendre visszatértek a maláriás falvakba, a sárkunyhók közt templomot építeni. Bibó István, mondja Illyés, Genfben járta meg ezt a felsőiskolát. Hűséget és bátorságot tanult, klasszikus európai ságot. Bibó halála után 10 évvel, 1989 májusában kerülhetett először sor arra, hogy Bibó emlékének külhoni ápolói és munkásságának magyarországi tisztelői és kutatói együtt konferenciázhattak Magyarországon, Szegeden. Itt hangzott el Kende Péternek az a mondata, amely már nem csak Bibó jellemét és hivatástudatát állítja bibliai reformátori összefüggésben, hanem gondolkodásmódját is keresztjének nevezi. Idézem Kende Péter. Bibó sokféleképpen határozták meg a magyar politika történetében, de szerintem gondolatrendszerében vitathatatlanul a kereszténység a legfontosabb elem. Kende megállapítja, hogy Bibónál a humánum és a kereszténység úgy szólván szinonimák, és ennek hátterében az áll, hogy Bibó a keresztény filozófiai alapokról egy liberális jog és eszmerendszer felé indult el. Néhány fontos írásának gyors áttekintése alapján bizonyítottnak tekinti, hogy Bibó érvelésében, idézem, a felvilágosodás szellemi rendszere és a liberalizmus egész szellemi rendszere nem független a kereszténységtől, hanem annak egyik talán a legfontosabb aspektusát valósítja meg, abból fejt ki, tesz megvalósíthatóvá valamit, ami a keresztény gondolkodáson belül a liberalizmus közbejötte nélkül nem fejlődhetett volna ki. Idézet vége. Az első szegedi Bibó konferencia óta, amikor ezt írtam, 20, azóta 30 év telt el. Azóta több értelmező megkísérelte Bibó gondolkodásának keresztény karakterét részleteiben is kibontani és értékelni, írásaikat jelentőségükhöz méltó módon itt most még csak nem is lehet érinteni, feldolgozásukhoz egy részletes munka volna szükséges. Itt viszont arra vállalkozom, amire tudomásom szerint eddig más nem tett kísérletet, Bibó István Krisztus képét és legfontosabb teológiai gondolatait megpróbálom elhelyezni a politikai, filozófiai munkásságának az összefüggésében. Ez tehát az életrajzi bevezető. Most egy pillanatra megállok, és korty mára szörpöt magamhoz veszek, és ha esetleg valaki szeretne szólni, akkor itt van egy rövid lehetőség.
Igen, itt azt a technikai javaslatot teszem, hogy a jobb oldalt felül van egy ilyen kis kocka, stilizált jelek vannak, stilizált szövegek vannak. Ha arra rákattint valaki, akkor én itt jobb oldalt látni fogom, hogy szólásra jelentkezik. És akkor ez... lehet regisztrálni a leendő beszélgetéseket. Erre gondolsz, ugye, Péter? Igen. Igen. Sőt, esetleg még, ha szabad ezt a chat funkcióra is kiterjeszteni, tehát ha valakinek menet közben olyan gondolata támad, amit szeretne megosztani mindenkivel, és esetleg beszélgetni szeretne valamiről, írja be chatbe, látjuk mindannyian, a következő megállónál ezekre a reflexiókra sort lehet keríteni. Igen. Jó? No, mehetünk tovább? Nem, mert Balázs már is írt valamit. Igen. Balázs, mindjárt válaszolok is arra, hogy ezt az irodalmat, amit én most így felmutattam, és a címlapokat lehetett látni, nagyon szívesen közzéteszem, abban a formában, hogyha valakit érdekel, írjon nekem egy e-mailt a csepregiandrás@vl.hu-s címemre, és megírom az összes elérhetőséget, több minden online is elérhető, megírom a linkeket is, tehát a teljes irodalom birtokába kerülhet, aki szeretne a részleteknek utána menni. Jó, így Balázs? Köszönöm szépen. Tehát akkor az e-mail kapcsolata a legegyszerűbb ebben az ügyben, aki ír, nekem szívesen válaszolok. Jó, akkor mehetünk tovább. Úgy tűnik egyelőre nincsen. Attól, aki azt mondja, menjünk tovább. Ha egyet kapok, akkor indulunk is. Köszönöm szépen. A következő részben először nagyon röviden elmondom azt, hogy milyen keretek között szeretnék ezekkel a kapcsolatokkal, tehát a politikai, filozófiai munkásság, illetve keresztény reflexió kapcsolatával foglalkozni. Ezt a keretet vezérmotívumokra építem fel. Tehát Bibó gondolkodásának vezérmotívumai.